Az ivánciak dolgos emberek voltak, mivel cselédek voltak, a cselédeknek mindig meg kellett mondani, hogy most ezt csináljuk, most azt csináljuk. Tehát ők a paraszti gazdaságot nem látták át, tehát ők ez volt a probléma. És akkor a borsodiak azok abszolút nem akartak dolgozni, mert az egy ipari részről származó bányász, vájár, akármiféle népség volt, akik annak reményében, hogy most kapnak házat, vagyon, minden kutya fölött, hát idejöttek. Na most az egy dolog, hogy kapnak vagyon, de mit lehet az a vagyonnal kezdeni? Itt voltak a problémák, itt nem tudtak tovább jutni. Na most ezért alakul meg onnan 1949-ben az első tél. Gannán hamar lett téjeszesítés. Az első téjeszbe nagyapánk nem lépett be, de utána ugye kényszerrel kellett nekik belépni. Ezek a szedetvezet emberek, akik nem tudnak dolgozni, ezek úgy döntenek, hogy megcsinálják a téjeszét. Na most, ez a szerencse, ez még hozzápártól az, hogy Gannáról elszármaztak emberek, akik időben hírt szereztek arról, hogy ha nincsenek itt, akkor nem kitelepíthetők. Tehát így kerültek el Farkasgyepre, Toldi pusztára, és Tolna megyébe is, ki tudja még hova, és akkor ezek az emberek aláírták a TSZ-t. És ezek az emberek visszajöttek, és egyszer a TSZ-nek egy óriási munkára lett, és olyan munkára lett, aki átlátta a paraszti gazdaságot, aki tudta, hogy mit kell termelni, hova, mit lehet vetni, tehát aki ismerte az egész hatályt, és akkor ezek az emberek átvették a vezetést, és akkor ezek a svábok gyorsan csináltak egy franyó erős TSZ-t. A nővéremék, ezek akkor TSZ alakulás volt, és amikor, hogy beléptek a TSZ-be, ezért kaptak egy üres házat. Addig a félvidékiek innét elmentek, közelebb az otthonukhoz, Nagy Maros meg Göd arra felé a Duna mellé, ott közelebb voltak az otthonukhoz, ott kaptak szintén cserébe egy lakást. Ez az erős TSZ 1954-ben már létre tud hozni, az akkor kimondatlanul sok, 1.500.000 forint bekerülési költségbe egy százas istállat. Az akkor a pénz volt, hogy ezt kimondani akkor nagyon nagy volt. Ennek azért van előnye, mert a TSZ-eknek nincs beszolgáltatás, a parasztnak meg van beszolgáltatás. Tehát a TSZ hamarabb tud terjeszkedni. Míg a parasztnál ott van a cséplőgép, ott van a kombány ellenőr, a beszolgáltatási ellenőr, ott leveszi mindjárt a sápot, hogy most ez beszolgáltatásra megy, ennyi gabonát termet, ebből beszolgált, terület ennyi, adó ennyi, beszolgáltatás ennyi kész. És akkor végén maradt is, meg nem is. Úgyhogy ennyi volt a parasztnál. Tehát a TSZ-szem, a TSZ-nek annyi gabonai termet ekkor ezeknek az embereknek, volt olyan ház, azt mondták, hogy akik bemutak tér, ne hozzanak több gabonát, mert leszakad a padlás. Tehát akkor a termések voltak, hogy a 49, az 50-ben kezdődtek ezek a jó termések. Úgyhogy megtolasodtak ezek a TSZ-ek, és ez a TSZ megtolasodott, tehát tudtak gazdálkodni, tudtak mit hová tenni. Ennek úgy kellett lenni, hogy a tanácstagok fele svábnak kellett lenni, fele magyarnak. És akkor édesapám is hazajött egyszer, azt mondja, én nem tudom, valami vagyok, de nem tudom, hogy mi. Nem tudtam mondani, hogy az a népfront, meg azt se tudta, hogy mivel jár az, vagy ilyesmi. Csak bent kellett lenni így, hogy a békesség meglegyen így a faluban az emberek között az is. Mindig ki volt írva, hogy mennyit kell beszolgáltatni, akár búza, kukorica, akármiből, és a gannaiak abban hátrányban voltak, mert ide kellett hozni a kastélyba. És ugye nagyon nagy leadás volt, hányszor volt, hogy az a gannai föld nem teremte meg bőségesen, és akkor még abból jól elvenni. De a gannai nép nagyon igyekvő volt, mindig is nagyon dolgoztak azért, hogy az életük könnyebb legyen. De a rákosi világ nagyon megsanyart mindenkit. 14-15 éves voltam, hogy édesapámnak én már segítettem, itthon segítették fölrakni azt a búzát vagy gabonát, amit át kellett vinni Pápa Kovácsiba. És én ott a vállára segítettem. Gyönge voltam, de ezt meg tudtam csinálni, hogy a vállára segítettem, de én nem értettem ezt, hogy így kellett lenni, azt gondoltuk.
de a szüleink ezt átérték, úgyhogy ez milyen egy fájdalom lehetett ez ő nekik, hogy azt a kis földet, amit ők a tehenekkel megszántottak, meg kézzel learadtak, meg megcsépelték az udvaron, meg minden, és akkor ezt csak úgy el kellett vinni és beszolgáltatni. Kovácsiba kellett vinni a beszolgáltatások elő anyagokat. Tehát ott kellett leadni a Kovácsiba, volt egy raktár, ahol gabonát kellett fölvinni, a különböző előállított mennyiségű, tehát lecsépelt gabonába kellett leadni azt a mennyiségét, ami beszolgáltatása áll. Tehát ez a hadi kommunizmusnak a tipikus esete volt, amikor a tojást, zsírt, szalonnát kellett leadni, levágott, és ezeket az állatokat csak engedélyen lehetett levágni. Engedély nélkül ezt fekete vágást nem engedélyezték, tehát az büntetendő cselekedet volt Magyarországon. Még egy malacot se szabadott úgy levágni, hogy a tudta nélkül, hát a vezetők tudta nélkül, hanem le kellett, amit csak lehetett, le kellett adni. És ez az asszonynak 3 gyereke volt, a férje elesett a háborúba, és hogy vágott egy malacot, hogy legyen mit enni. Hát rajt kapták, és börtönbe került ez az asszony. És úgy ült a börtönbe egy másik fiatal asszonnyal, és elkezdtek beszélgetni. Az, hogy ki miért van ott. Hát ő azért, hogy vágott a gyerekeinek legyen mit enni. Most ezt rajt kapták, és most azért van itt. Az az asszony, fiatal asszony meg azt mondja, hogy agyon ütötte az édesanyját, és eltemette a trágyadomba. Istenem, azt mondta Cili néni, ült a sarokba, egész éjjel imádkozott, annyira féltettől a nőtől. Le kellett adni az összes a tárményt, és a disznókat meg, hát mikor még a zsírt is, meg mindent elvitték. Aztán ha vágtak is feketén küldött éjjel, az arra jól emlékszem, mikor éjjel édesapám vágott disznót, és úgy dolgozták föl. Édesanyám, nekem volt, tehát 14 éves voltam, varta még a bucsúi ruhát, a szeptemberben van. Aztán készre varta még bucsú péntekén este. Égett sokáig a petróleum lámpa. A rendőrök megültek az utcán, és várták, hogy majd mikor sír a disznó. Tudták, hogy ezekben napokban fogják vágni. Hát aztán reggel besétálnak a rendőrök, mikor édesanyám etette a disznókat. Mama, hol van a negyedik disznó? Hát benne az olba. Oda néz, és tényleg megvolt. De ezeknek is volt ám annyi sütni valójuk, vala jó paraszti ésszel, hogy hátul a libóba volt bezárva az a bucsúi malac, és már időben le volt vágva, besózták a favindőbe, édesanyámnak föltette a fejére, fővitte az istállópadlásra, papa út elvette, be volt sózva a hús, volt bucsukor mit enni. Úgyhogy így ilyen is volt. 56-ban van egy erős TSZ, és akkor ki tudják fizetni az embereket, mindenkit kifizetnek, ott az adóság, ott az istálló, még nincs készen teljes egészében, de ki tudják fizetni az embereket pénzbe, hogy itt egy tehén, ezt viszed még, azt viszed, ez jut a TSZ vagyomba. Amit 59-ban vagy újra, az már erőszakosabb, az 59-es, az már teljesen más eszközökkel történik, mint az eddig. TSZ. Úgyhogy nekünk az első TSZ-ek között van megalakult TSZ-ünk. A TSZ-ben tulajdonképpen csak a nagy jószágokat, a teheneket, lovat és ilyesmit, sőt a gazdasági felszerelést, akinek volt vetőgépe, akinek volt traktora, vagy netán még nagyobb gépe, azokat mind be kellett, hogy vigyék, de mi nekünk ilyenünk nem volt, csak vetőgépünk volt, úgyhogy a teheneket, meg az ilyeneket, ezeket vitték el. De ugye a falusi ember utána is dolgozik és harcol, és akkor az egy tehénből lesz 3, és akkor lassan fejlődik fölfelé, de azért nagyon-nagyon meg kellett dolgoznia, hogy kaszáljon, takarítson neki, és az életet folytassa tovább. Hát elégedetlenség mégis volt, hát a maga a beszolgáltatás, az összes többi dolog, az mind elégedetlenséget szült. Tehát ez a fölösleges túlzott adóztatás, ez a népnyúzás, ez az év svábokból is azért váltott ki némi, nem tetszés. Mivel ők duplán meg voltak félemlítve, tehát őnek teljesen más
szemszögből kellett nézni. Őnek tartani kellett a magyaroktól, tartani kellett a kommunistáktól, és tartani kellett attól, hogy ők most templomba járnak, és abban bizonyos problémák érhetik a gyerekeket, meg őket is. Minden ünnep meg lett azért ünnepelve, mindenki templomba járó volt, akár férfi, akár édesanya gyerekek, mindenki részt vett a misén mindig. 56-nak a híre az egyszerűen jött a rádión keresztül, jött a 56-nak a szele, és akkor falu elkezdtek mozogni az emberek. A falu tanítója akkor még a gyerekekkel el volt egy ilyen éneklő túrán, amikor ennek a szele megjött, és akkor énekeltek sorban mindenkinek attól a szerenátot, és a rendőrnek is akartak, mert a rendőr jó haverjót neki, akartak adni a rendőrnek is a szerenátot a Mező Dezsőnek. És a Mező Dezső már akkor már be volt homályosodva, akkor már tudta, hogy itt baj van, nagyon nagy baj van, és tehát az ő bőre is erre rámegy. És a Mező Dezső már akkor már be volt élesítve a gépisztolya, meg minden, ázavarta őket. Úgyhogy itt ne szerenátozzon. Jánő, hogy menjetek el innen, mert agyonlőleg mennetek el. Tehát ma akkor mindenki félt. Gannán az emberek nem mertek ilyen kitörően olyanok lenni, tudtak mindenről nagyon jól, és aznap fölvonulást csináltak. Olyan volt, hogy egy trágyás kocsi, és azon rajt a Rákosi kép, meg a Sztálin kép, de haragudtak szörnyen. Na, aztán jött a forradalom. Aztán akkor már volt egy titkárunk, aki Szalóki volt, a királyernő, és akkor az egy végtelenül becsületes ember volt. Aztán volt akkor, hogy felvonultak a faluba. Kint az udvaron fájtunk hátul az istállóba, és akkor hallom az udvaron, mondom, itt valaki énekel, kiléptem az utcára, és egy csoport jött kis Gannáról, és énekeltek ilyen forradalmi dalokat. Hát mondom, mi van itt, nem tudtuk minket. Összegyülekedett a nép, többek között mi gyerekek is ott voltunk, még a tanítónkat is kicipálták, hogy jöjjön, vigye a zászlót, ha ide akar közénk tartozni, és akkor végigvonultunk a falun. Aztán mi gyerekek mentünk velük, hát már nem voltunk kicsik, hetedikesek voltunk már. Nem is tudom. És akkor azt mondja, hogy... És akkor odálltunk az irodának az ablakába, és onnan leskelődtünk be, hogy mi történik ott be. Erre ezek, akik hát a szóvívők voltak, azok bementek az irodába, és akkor a királyernő volt ott, az fogadta őket, azt mondja, emberek, itt ne nyúljanak semmihez, mert itt fontos iratok vannak, az anyakönyvek, ami még a nagyszüleiké, meg ki tudja, kié nem, azt mondja, semmit nem szabad itt bántani, mert mindent ki akartak vinni, hogy elégetnek. Azt mondta, semmihez ne nyúljanak. A Rákosi kép le van véve, meg egy új cimer van, azt mondja, semmihez ne nyúljanak. És az emberek szót fogadtak, semmit se csináltak. Elindul a nép, itt elindul egy felvonulás, itt nálunk, itt mielőttünk fordulnak meg. Öreganyám itt bent tartja, öregapám már mondja, hogy ki nem ennyi, mert itt ennek úgy se lesz végén, hogy ennek a dolognak. Ebben mindig buli lesz, azt mondja, itt még jönnek a vörösök vissza. És a nagypapa így nem megy ki a tömegbe, és a nagypapát nem éri semmiféle atrocitás után, nem tudják elővenni. A kancler bácsi kimegy, és akkor annyit mondta, hogy le azokra a vörös rongyokra. És ezért a kancler bácsi kap majdnem másfél évet. Csak ezért az egy szövegi. És akkor itt énekelnek, visszafele és visszamennek nagyonnál, és nagyonnál tartanak egy nagy gyűlés. És akkor estére, mire ott fönn a kultúrházban jöttek össze, addigra az egész fiatalság, hát én csak 15 éves voltam akkor, az egész fiatalság együtt ott voltunk a kultúrházban, és érdekesnek tartottuk, hogy hát mi csak a történelemben hallottunk ilyent, a forradalom és szabadság, most na, mi falunkban is van ilyen, érdekesnek tartottuk, nem tudtuk, hogy hát most ez miről is szól annyira. Ott aztán már énekelve lett a himnusz, és utána az iskola igazgatót és több embert a színpadra. A László bácsi ült az egyik oldalon, másik oldalon igazgató bácsi, és a harmadikat talán T.S. elnök, mert abban az időben már volt Gannán T.S. 56-ban, és akkor már a Pataki József volt a T.S. elnök.
És akkor az emberek fölállva kiabáltak, hogy hozzák haza a mi testvéreinket Németországból, ne hagyják őket ott. És ugye hát ez egy értelmetlen dolog volt, mert ki kívánt volna Németországból, ahol ők már megalapozták az életüket. És akkor azt mondta valaki, hogy akkor válasszák meg a Benkő Jenő bácsit a forradalmi tanács elnökének. Ezek a svábok rosszal tudtak magyarul, és akkor csak arra emlékszek, hogy még az idős asszonyok is úgy kiabáltak, a titkár legyen a tanács, mármint a tanács elnök. És akkor azt úgy kiabáltak, hogy a titkár legyen a tanács, mármint a királyernő. Egy bácsi bekiabált a tömegből, aki ma már nem él, Kancler Mátyás bácsi, levele! Nem kell, ez Rákosinak a mostoha testvére, ő azt akarta mondani, ez Rákosinak a testvére, levele, nem kell. Ugye ő volt az iskola igazgató, a Benkő igazgató bácsi pedig, Isten tudja, de ő neki az volt a szörnyű helyzete, hogy ő Pulányba volt tanító, és ott állítólag egy sváb legényt védett, és annak odaadta a ruháját, hogy menekülni tudjon, hogy ne telepítsék ki. Azt fogadtatták el az igazgató bácsival, hogy ha ő belép a kommunista pártba, akkor ő neki nem lesz semmi bántódása. És így maradhatott ő itthon. Ez egy nagyon csúnya dolog volt, de ez volt a valóság. És mikor ennek vége volt, ennek a gyűlésnek, meg a tanács, azt mi már nem láttuk a tanácselnökkel, csak hallottuk utána, hogy hát azzal, hogy le kellett neki jönni a tanácsra, meg kiadni valamilyen papírokat, amit követeltek, és akkor, hogy ő mondta, hogy majd lesz ám amnestia. Eközben voltak emberek, akik elmentek az elnökért, aztán lereciválták, és az ajtóba bekötötték a szemét, és akkor belökték az ajtón az előtérbe, ott meg már várták, csak a nagy zuhogást hallottuk. Úgy megverték, mint szódással lovát. Mi megdukkoltunk, komolyan mondom, nem sajnáltuk. És akkor kijött az irodából, sírva, aztán elengedték a felesége, meg egy másik ilyen, nem is tudom, MDS, vagy minek mondták, azt a női tagozat volt ez valami. Az édesanyám mindig Amásznak hívja, hívta őket. Aztán azt mondta, hogy na, azt mondja, gyere, menjünk haza. Aztán elvezették haza, de még akkor oda kimentek az önkormányzattól, és akkor még onnan előről visszakiabált, hogy várjatok csak, lesz még nem sokára statárium. Aztán erre meg végül az egész nép után akart rohanni, de akkor elkezdtek futni, a szada szaladtak, aztán már nem bántották. És akkor bámószerolták még a papot is a hálásra, mert aztán a tanácselnököt meghagyusztálták ott a kerítés mellett, ütötték még a bányát, aztán kiforgatták a mai önkormányzat épület, akkor majd irodát kiforgatták, és hát akkor ütötték a tanácselnököt. Na most, hát most ki nem mondott dolgok is vannak a háttérben. Volt, aki azt mondják, hogy lisztér meg lett véve az ütés, mert volt, aki megverte, aztán hátulról hát a kerték alatt elment egy zsák liszt, és akkor mindjárt elkezdte a gyanúsítottak listájára. Tehát ilyen is volt. Aki attól a pillanatban már nem lett gyanúsított. Pápa felől jöttek emberek, akik motorral jöttek, és ők ugye adták az alaphangulatot, és akkor elmondták, hogy már minden városban, mindenhol az emberek tudják, hogy mi van, és hogy le fogják váltani a kommunistákat, és újra a régi világ lesz. De ennek nagyon csúnya megtorlása jött utána, mert itt az emberek nagyon bíztak abba, hogy vissza a földjeinket, legyen úgy, mint régen, és mindenki mehessen a saját házába, és ezért kérték volna azt, hogy a testvéreik, akik Németországban vannak, azok jöjjenek haza. De hát ez nem volt egy olyan dolog, hogy ami kivitelezhető. Mi hallgattuk a rádiót. Nekünk a Benkő, ő volt a tanító, az bekapcsolta, nekünk volt egy ilyen kis rádió az ajtó fölött, és akkor bekapcsolta, és onnan közvetítették, hogy mi folyik Budapesten. Mindent tudtunk. És akkor azt mondta a Benkő, hogy ez képtelenség a világ egyik legerősebb hadseregét. Ez a kis magyar nemzet nem bírja legyőzni.
Párizsnak következménye az lett, hogy a tanácsának azt mondta, hogy ezt a pap szította föl, és a papot, papír jöttek ezek a egyenesen jöttek, tehát egy koncepciós dolog lett belőle, kifabrikáltak az egész dolgot. A plébános úrt, a Varga plébános úrt úgy hozták ide, hogy majd itt ebben a kisfaluban nem tud érvényesülni, mert be volt zárva és börtönben volt. Dr. Varga Péter Pál plébános úr volt, ő egy egyetemi tanár volt valamikor, és akkor őt becsukták Sopron Kőhidán, volt börtönbe. De ő nem volt hajlandó békepappá változni. És akkor úgy jött ide, hogy majd itt Gannán nem tud érvényesülni, és itt meg úgy föllendítette a fiatalságot, úgyhogy szerepeltünk a templomba, Ganna Döbröntei lányok sorváltunk karácsonykor a templom, meg tanított németül, magyarul énekeket nekünk. És akkor emiatt, hogy megint csak, hogy de nem tanított ő nekünk semmi rosszat, csak így a kultúrát, vagy hát énekeket tanultunk tőle, meg imákat, úgyhogy azért akkor elvitték. Egyszer vasárnap délután jött ez a lefüggönyzött autó, és őt vitték el, és plébános úr, mikor felszállt, ki volt ott a kocsiba bent az ő egyik tanítványa. Akik jöttek, azok a gyerekek, a papnak a valamikori gimnáziumi tanulói voltak. Ezt kérdezték, tehát ő volt gimnáziumi tanár, volt a mi papunk, valamikor a doktor Varga, és akkor kérdezték, te atya, mi csináltál? Azt mondja, nem csináltam semmit sem. Ezt mégis el kellett vinni. Kiallgatták, és csináltak körülbelül nagy dolgot, és nem lett ebből nagy kutyafüles eredett ebből, nem tudtak csinálni. Bántottak 9 hónapig Veszprémben. Úgyhogy, hát az megemlékezik róla az atya, mert olyan finom mákos kalácsot, amit kapott a gannaiaktól a börtönben, mert nem kapott soha életében se, amivel cukor minden volt. Tehát a gannaiak vigyáztak erre a papra, úgyhogy... Akkor, akik szájoskodtak, azokat bezártak. Például a kancler bácsit, meg a Májért. A bátyám az akkor a Jancsi, az akkor Várpalotáról gyalog jött haza, elindultak a barátjával gyalog, és akkor azt mondta, hogy volt a, jött a autó, az fölvette őket, akkor egy darabon elhozta. Hát ugye Várpalota azért messze van. És akkor így hazaért valahogyan, nagy keservesen. És akkor a faluba elmesélte, hogy mik történtek útközben, miket látott, hogy puskával lődöztek, és ráfogta a bátyámra, hogy ő is lőtt a forradalmárokra puskával. És azt mondta Jancsi, most én nekem el kell menni, mert ezek engem elkaplak, amíg élek a börtönben leszek. És akkor diszidált a bátyám, és elment Ausztriába. Egy ilyen lesötétített autóval jöttek, és avval szedték össze. A falun már mindenki félt attól, ha ez megjelent. Mert akkor tudták, hogy valakiért jöttek. És ugye kancler bácsit, Mayer Józsefet, kiket vittek el Gannáról, ott többen kerültek be, Ábrahám Károly. Ezeket behozták ide pápára, és ezeket nagyon megverték. Nagyon. És utána ugye ezek ki is szabadultak, de nem szabad volt ám erről beszélni. A DSZ-ben 1950, ha visszamegyünk, 54-ig, tehát 54-ben megvan, elkezdik ez a TSZ istállat építeni, a Zuminoz 100 istállat, ami elkészül közel 59-ben teljes egészében befejezésre kerül, és akkor 59-ben összehajtják a marhákat, tehát akkor mindenki elvesznek mindent, amit lehet, és akkor megalakítják a TSZ-t. Toborzás volt, elvitték édesapámat is a tanácsra, akkor idegenből jöttek ide agitálni, hogy lépjenek be a TSZ-be. Hát ugye a TSZ-cé, amikor megalakult, ide este jöttek ki Gannára. Este jöttek ki a pápai párbizottságról, vagy honnan, mit tudom, akik voltak, és összeszedték az embereket. Jöttek az autóval, minden házhoz, gondolom én, mert hozzánk is jöttek, meg mindenkihez. Miskánk elment hazúról, azt nem tudták elkapni. De azt hiszem, akkor ő a TSC-ben is volt. És akkor levittek mindenkit oda az irodába, és reggelig nem engedték őket haza. Már ott nem írták alá a papírt, bennültek, és akkor kint a folyosón, meg ki hova tudott, és akkor
alá kellett nekik írni a papírt, addig nem engedték el őket. Akkor így volt, hogy ez is aláírta, az is, és akkor így mindenki aláírta, aki ott volt. 59-ben is jött az másállótól, szedte be az embereket, és vitte be a tanácsáza, izasztani őket, amíg alá nem írják a tiéhez. Aki nem vitte, vagy nem vitte alá, azt bevitték őt a jelzőségre, aztán ott fogták, jól betűzálták, hogy kézadjanak, vagyis a férjem is vitt az anyosomnak vacsorát, aztán az ablakon keresztül fölött, vagy a buton keresztül fölézték az ablakon, ott nyújtották be, ott, hogy tudjanak vacsorázni. Aztán mikor a fiatalok, vagy az öregek aláírták, ugye az öregek nevén volt minden. Mikor azok aláírták, akkor jöttek a fiatalok. Akkor meg a férjemet vitték el. Aki dolgozott, az, ha volt pénz, adtak neki, ha nem kapott munkaegységet, aztán ennyi munkaegységet kaptam, annyit kaptam, csak hát éppen nem nagyon tudtak érte fizetni. Szegény volt az eklézsia. Mert amúgy a TSZ nagyon keveset tudott fizetni minden hónapban, éppen csak, és mindig azt mondták, majd a zárszámadáskor, majd akkor fizetnek egybe, és akkor eljött a zárszámadás. És akkor már megint sajnos nem volt pénz a TSZ-nek. Mindent föl lehet be kellett vinni, meg hát, ami volt ingatlan akkor is. Aztán ugye hát sok kapálás volt, aratás, cséplés. Jártunk a cséplőgéphöz aratni. Az kapálás meg hát akkor még nem osztották ki, de később kiosztottak mindent háznak. Úgyhogy az élet elment. Jó is volt, rossz is volt, minden volt. Dolgoztunk annyit, jó Istenem. Rohanbrigád voltunk. Mázit láb. Ez mindig eszembe van, olyan zsáb is voltak a lábaim. A tarlóba. Ilyen hosszan az első traktor, mikor jöttek a TSZ-be, olyan hosszút hagytak vissza. És ezen mentünk, mi mázunk lá. Már összehordtuk, mi fiatal lányok voltak. És hát elment az idő. Akkor még nadrágunk se volt. Ja. Hát ebbe a TSZ-be nehezen akartunk mink is, de mégis akkor bekerültünk ezekkel az idősebb asszonyokkal kapálni, akik már olyan edzettek voltak, és akkor mi olyan kis fiatalon velük kellett tartani, és nem volt könnyű. Cséplésnél, minden munkában, a kazlazásnál mindenbe be tudtak bennünket vonni, úgyhogy meg akkor volt a TSZ-ben az asztalos műhely, ott is, ahol körülöttünk, még szappanos üzem, meg mindenféle. A mezőgazdaságban meg mindenütt részt vettünk. Senki nem keseredett el, mert mindenki azt mondta, hogy lesz gyerekek ennél jobb, bízni kell, a Jóisten mindig és mindenhol velünk lesz. És ezért vészelték át. Gannán akkor még hozzájött a pölöskei állami gazdaság, oda is többen elmentek dolgozni, oda jártak, így, amikor aratás volt, segítettek betakarítani. Akinek fogata volt, nem számított, hogy tehenek voltak, hordták egyben nagy asztagokba a csépelnivalót. És ott történt az a nagyon aranyos eset, hogy mindenki nagyobb területet szeretett volna magáinak tudni, hogy összehordhassa. A Kőszegi Vendel bácsi fölállt az asztag tetejére, és azt mondta, gyerekek, ez a harc lesz a végső, és énekel, tehát csak összefogni, és akkor hordhatunk annyit, amennyit akarunk. És ez mindig mindenkinek a szívébe, lelkébe megmaradt, hogy mennyire dolgozik a gannai nép azért, hogy fennmaradhasson.